100 babacsomagot osztott ki Novák Katalin Topolyán. Szeptember 14-én lesz a Méz Karnevál. A női asztali tenisz szuperligában megismétlődhet a tavalyi döntő. Egyre több napsütés várható. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök híradónkat látják. A Nemzeti Választási Iroda kedd délutántól ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választóit azonosító nyilatkozatait. Az iroda legutolsó közzétett adata szerint május 20-áig 9107 levélszavazatot adtak le, ebből 2156-ot külképviseleteken, 6951-et pedig levélben juttattak vissza. A levélszavazatok feldolgozásának első lépéseként felbontják a külső, szállító borítékot, és az azonosító nyilatkozott tartalmát a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzik, szükség esetén a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó, illetve a magyar állampolgárságot igazoló okirat nyilvántartásában, valamint az állampolgársági ügyekben eljáró szerv megkeresése útján is. Május 26-án Magyarországon Európa parlamenti választásokat tartanak, és az idei évben a Vajdaságban élő és magyar állampolgársággal rendelkező polgárok is részt vehetnek ezen a választásokon. Arra buzdítunk minden kedves választópolgárt, hogy ezen a választáson vegyen részt, ha csak teheti, a Fidesz-KDNP listáját támogassa. Mi itt Topolyán boríték szavazatokban tudjuk leadni a voksainkat. A Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái járják a terepet, segítenek a papíroknak a kitöltésében, és arra kérünk mindenkit, hogy fogadják őket bizalommal, és aki csak teheti, adja oda a borítékát, hogy az aktivista tudja továbbítani a szabadkai főkonzulátusra. Köszönjük szépen! Novák Katalin az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára Topolyán járt, ahol a 2019 a Külhoni Magyar Gyerekek Éve program keretében babacsomaggal ajándékozta meg azokat a külhoni magyar családokat, akik 2018-ban a Köldökzsinór program keretében igényelték az anyasági támogatást. Elmondta, hogy a kormány 2010-ben azt a célt tűzte ki, hogy egyre könnyebb legyen Magyarországon családot alapítani. Novák Katalin szerint az egyik legfontosabb feladat az, hogy a kedvezőtlen demográfiai helyzetet meg tudjuk változtatni. 2010 óta egy olyan családbarát kormányzást folytatunk Magyarországon, amelynek a középpontjában a gyerekek állnak, és a gyermeket vállaló és nevelő fiatalok. És ez nem korlátozódik a Magyarország jelenlegi földrajzi határain belüli területre, hanem bizony átlépi az országhatárokat is. Hogy miért? Azért, mert számunkra minden felelősséggel vállalt magyar gyermek kincset jelent, ezért szeretnénk minden olyan fiatalt elismerni, aki magyar gyermeket vállal, magyar gyermeket hoz világra, és magyar gyermeket nevel, magyar gyermeknek és magyar felnőttnek, magyar fiatalnak. Ezért is adunk támogatást azoknak, akik a határainkon kívül alapítanak családot, vállalnak magyar gyermeket. Erről szól a Köldökzsinór program, amely a magyar-magyar összetartozást, a szülőföld és a határainkon kívül élő magyarok közötti eltéphetetlen köldökzsinóron keresztül az összetartozást jelképezi. A Köldökzsinór programnak két fontos eleme van, az egyik az anyasági támogatás, a másik a babakötvény, és összességében már több mint 25 ezer igénylés érkezett be hozzánk ezen támogatásokra. És most a Köldökzsinór programhoz kapcsolódó itt a Vajdaságban egyébként közel ezren igényelték ezeket a támogatásokat, és azt vállaltuk, hogy mindenkinek, aki a Köldökzsinór programon keresztül ezeket a támogatásokat igénybe veszi, egy babacsomagot is átadunk. Ez a babacsomag néhány olyan praktikus tárgyat tartalmaz, amelyek a gyermekneveléshez kapcsolódnak, és örömet okoznak a szülőknek, örömet okoznak a gyerekeknek, tehát örömet okoznak a családnak. Ezzel a jelképes ajándékkal is szeretnénk elismerni azt az erőfeszítést, amelyet a szülők tesznek, és azt az értéket, amelyet a magyar gyermekek jelentenek, képviselnek számukra. Magyarországon is pozitív irányba mozdultak a népesedési demográfiai mutatók az elmúlt években. Egyre többen kötnek házasságot, egyre kevesebben válnak el, egyre nagyobb a gyermekvállalási kedv. 20 éve nem voltak olyan pozitívak ezek a mutatók, mint az utóbbi években, illetve a legutolsó évben, de még nem dőlhetünk hátra, ez nem azt jelenti, hogy jól állunk. Még mindig alapvetően egy demográfiai lejtmenetben vagyunk, tehát még mindig évről évre fogy a magyarság. Évről évre mindig egyre kevesebben leszünk mi magyarok, és ezt a folyamatot szeretnénk megállítani, ezért hirdettünk
valamint meg egy családokat támogató, a gyermekek vállalását középpontba helyező politikát határainkon belül és határainkon kívül. Annak örülünk, hogy a fiatalok egyre bátrabban mondanak igent az életre, egyre bátrabban alapítanak családot, akár fiatalabb korban is, és annak is örülünk, hogy itt a délvidéken is egyre többen kötnek házasságot, és egyre nő a gyermekvállalási kedv. Bízunk benne, hogy ez a pozitív tendencia a jövőben is folytatódni fog. Először is kérnénk szépen egy bemutatkozást, tehát az apukát hogy hívják, és hogy hívják a kisbabát? Én Uglár József vagyok, és a lányom Uglár Aurora. És mit szólnak ahhoz, hogy az anyaország már különböző formákban támogatja a szülőket, és hát természetesen ezen keresztül ugye a kicsiket támogatják? Hát elsősorban nagyon örülünk neki, hogy itt, mint egy vajdaságban élünk, hogy gondolnak mi ránk is, akik nem az anyaországban élnek, hanem a határon túl. Különféle támogatási formák vannak ezek közül, melyeket igényeltek már? Hát mi igényeltük eddig az anyasági támogatást és a babakötvényt. Szabó Eszterrel beszélgetünk, és akkor kérnénk szépen egy bemutatkozást, hogy hívják ezt az aranyos kisbabát? Szabó Bíborkának, Bíborka 16 hónapos. És úgy tudom, hogy ő az első gyerek a családban, ugye? Igen, első gyermek. És hogyan tekintenek arra, hogy az anyaország különböző formában, például most így babacsomaggal támogatja a szülőket? Nagyon örülünk annak. Valamilyen szempontból ez motivációs szándékkal is van szerintem az itthoni magyar családok számára. Ha élünk vele, és szeretnénk is kihasználni a lehetőségeket. Vannak egyéb családtámogatási lehetőségek, élnek-e esetleg más lehetőségekkel is? A hazaival természetesen, valamint amit az anyaország biztosít számunkra. Sinisa Mali pénzügyminiszter és Jean-Kes Martin, a Nemzetközi Valuta Alap szerbiai delegációjának vezetője megerősítette, hogy a küldöttség kéthetes belgrádi tárgyalásai során szó volt az áram árának emeléséről is, de nem született megállapodás ebben a kérdésben. Máli elmondta, hogy nem tudtak megegyezni az emelés nagyságáról. Az IMF delegációjának vezetője úgy értékelte, hogy az áramára fontos téma, hiszen az kihat a beruházásokra és a fejlődésre, viszont szociális aspektusa is van. Éppen ezért nem hozták még meg a végleges döntést, írta a Beta. Topolya Község Művelődési Háza szeptember 14-én szombaton a Topolyai Napok 2019 rendezvénysorozat keretei között megszervezi a 14. Topolyai Mészkarnevált. Idén is elsősorban a község óvodásainak, általános iskolásainak részvételére, valamint Topolya Község területén működő művelődési egyesületek és központok, civil szervezetek gyermekszakosztályainak részvételére számítanak, de várják a hazai és külföldi karneváli városokból érkezőket is. A tervek szerint a karneváli menet 16 óra 30 perckor indul a Csáky Lajos általános iskola udvarából, majd az Ifjúság fő és Nikola Tesla utcákon keresztül halad a felvonulási tér felé. A szervezők kérik, hogy az egyeztetés érdekében június 25-éig küldjék el az intézmény szervezett csoport kapcsolattartó személyének adatait. További információ a 024-713-515-ös telefonszámon vagy a kultúra@stkable.net e-mail címen kapható. Május 25-én szombaton szervezi meg Topolya Község Művelődési Háza a Művésztelep Éjszakája elnevezésű rendezvényét a tóparton található művésztelepen. 18 órakor az amatőr képzőművészek községi szemléjeire beérkezett alkotásokból összeállított kiállítást Zsáky István képzőművész nyitja meg. 19 órától a Night Cruisers Band szórakoztatja majd az érdeklődőket. A Bambi iskoláskor előtti intézmény értesítése szerint a jelmezes felvonulást május 23-án csütörtökön tartják, melyen csaknem 500 óvodás vesz majd részt. A gyerekek 9 órakor indulnak a Gomex üzlettől, a főutcán a Caprioló üzletig, onnan pedig a gimnázium kézilabda pályájára, ahol bemutatják majd a közös előadásukat is.
Az áramelosztó topolyai részlegének értesítése szerint a hálózaton végzendő munkálatok miatt május 23-án csütörtökön 9-től 10 óráig áramszünet várható Kevi központjában, 10.30-tól 11.30-ig a Titó Marsal utcában, 12-től 13 óráig pedig a 4-es körzetben és a Kossuth-Lajos utcában. Ugyanezen a napon 8.45-től 10.30-ig Zentagunarason is áramkimaradás várható a Mose Piade, a Május 1-e és a Testvériség Egység utcákban. A női asztali tenisz szuperligában megismétlődhet a tavalyi döntő. A rájátszásbeli elődöntők első mérkőzésén a Novi Sad az Izabella Lupulescu Surján Sabina Tiana Jokic felállásban lépett asztalhoz. A meccset a Nishi Josip Kolumbo kezdte jobban, hiszen Ivana Vejnovic viszonylag könnyedén verte Surjánt, ezt követően azonban senki sem állította meg az újvidéki asztali teniszezőket. A Novi Sad hazai közönsége előtt 4-1 nyert. A másik találkozón a török kanizsai Obilić ellenfele a TSC volt, s hiába vezettek a topolyaiak 2-0-ra, végül 4-2-es vereséget szenvedtek. Az Obilić sikeréhez Maxuti Anetta 2 győzelemmel járult hozzá. Műsorunk vendége Juhász Antal, a topolyai TSC asztali teniszklub elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot! Nagy sikernek tekinthető, hogy a Szuperligában szereplő női csapatunk a rájátszásba került. A harmadik helyet szerezte meg, ugyanis azt hiszem, hogy a Novi Sad csapata és a török-kanizsai Obilić Aleva csapata mögött. Negyedik lett a Nishi Josip Kolumbo csapata, és hát az első rájátszás mérkőzést már le is játszott a csapatunk. Mindenféleképpen elégedettek vagyunk ezzel az idei szerepléssel. A cél az volt, hogy bejusson a csapatunk az első négybe, amit teljesítettünk is. Egy mérkőzésen múlott, hogy esetleg a második helyet is megszerezhettük volna, de hát ez is egy nagyon szép eredmény, mivel hát elődöntőt játszanak a lányok. Már megindult a playoff mérkőzései, éppen tegnap játszottuk le az első mérkőzést az Obilić ellen, ahol az Obilić volt a házigazda, Zentán, a zentai klubhelységben volt ez a mérkőzés, és hát ez a cél, amit kitűztünk, ezt sikeresen is érték a lányok. Ezen az első rájátszás mérkőzésen ugye a topolyai csapatot Halász Ella, Recskó Emma és Brinza Ágnes képviselte, tehát ők mérkőztek. Igen, ők álltak tegnap asztalhoz, mivel Rekecki Blanka anyai örök elé néz, és hát már a playoff szereplésen nem tudta segíteni a csapatot játékával, de természetesen ő is ott volt a csapattal. Recskolyma, mint első játékos szerepelt, így Halász Ella volt a második, és hát Brinza Ágnes harmadik játékosként állt tegnap oda megküzdeni az Obilićjel. Van esély azonban, hogy hazai pályán esetleg ezt az eredményt majd megfordítja a csapat, tehát az is sokat jelentene, ugye, hogyha minél többen szurkolnának nekik a Csákila és Általános Iskola sportcsarnokában, tehát szerdán este 7:30-tól. Igen, hát a tegnapi eredmény 4-2, egy szorosnak mondható eredmény, mivel 2-0-ra vezettünk idegenbe, utána hát csak azért kijött az Obilićnak a jobb minőségű csapata, és hát ezt aztán egy győzelemmel koronázták, még így 4-2-re veszítettünk egy 3 óra hosszás mérkőzés után, de ahogy már mint én is említette, holnap ismét asztalhoz állnak a csapatok, most mi vagyunk a házigazdák, és hát remélem, hogy a szurkolók segítségével és hát a hazai pálya előnyével sikerül esetleg egy győzelmet is elcsípnünk. Meglátjuk. Tehát én nagyon bízok a lányokba, és hogyha ez sikerül, akkor azt tényleg azt mondhatnánk, hogy ez a szezon ez nagyon eredményes és sikeres. Akkor ugye hát van még egy mérkőzés pénteken, amiben szintén az Obilić a házigazda, de hát ne kiabáljuk el, meglátjuk, hogy holnap hogy alakul az eredmény.
Csütörtökön eleinte előfordulhat kisebb eső, zápor, majd napközben felszakadozik a felhőzet. A több órás napsütés mellett csak helyenként fordulhat elő zápor. Az északnyugati szelet élénk, több helyen erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 18 fok körül alakulhat. Pénteken sok napsütés ígérkezik, helyenként felélénkül az északnyugati szél. Napközben 19 fok körül alakulnak a maximumok. Szombaton a sok napsütés várható, vasárnap már több lesz a felhő felettünk, de csak kis eséllyel fordulhat elő zápor. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. Erősödik a felmelegedés, 25 fok körül alakulhatnak a maximumok. Kedves nézőink, én valamennyi munkatársam nevében megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!